És már itt is a veletem Madócsi Tibor, Fodrász, szia, köszöntelek a műsorban. És nem másra fogunk beszélgetni, mint a tavasz, imdel, az van, haj trendekről. Na, mesélj! Szóval, hogy kell elképzelni egyébként nálatok fodrászoknál, hogy külföldről kapjátok a katalógust, esetleg ti is, mint tudom én, videoklipekből látok egy-egy sírót, és akkor az alapján, vagy saját kreativitásból születnek mindig a legjobb hajak, vagy ezt hogy kell elképzelni nálatok? Meg is válaszoltad a kérdést. Hát újságokat nézünk nagyon sokat, meg különböző netes oldalakat. Ami befolyásolja még azért azt az egész hajtrendet, az a kifutó alapvetően. Amiket a kifutón látni, az megjelenik egyébként a mindennapi életben. Persze most nem ezekről nagyon extrém hajakról beszélek, mint amilyen saját hajából lesz egy kalap a nőnek, meg ilyenek, hanem ezek a, például, hogyha egy göndör egy haj, és éppen az aktuális év divatja a laza hullám, mert egyébként most minden szinten a laza a divat. A nagyon légies és könnyed női férfi hajban. Akkor ez abszolút befolyásolja egy fodrásznak a munkáját, hogyha éppen nagyon-nagyon-nagyon göndör a divat, akkor göndörhajat fogsz csinálni. Most a lágy, ezért most ilyen nagyon lágy hullámok vannak a fiúknál és lányoknál. Ezt annyira imádom egyébként, tehát, hogy ez kihatározza meg, hogy most akkor ez a divat? Divattervezők, ruhatervezők, stylistok. Tehát itt csomó mindenki van, akinek lehet, hogy nem áll jól, nem? Igen. Hát, itt belép egyébként a fodrászat abból a szempontból, hogy azért nekünk tudnunk kell alakítani egy bizonyos hajat. Hogyha mondjuk hozol egy hajat újságból, és azt mondod, hogy ilyet szeretnél, akkor lehet, hogy fogok javasolni különböző kis változtatásokat, hogy azért ez neked hogy állna jobban. Hát ilyen, erről azért most tudnék beszélni. Érdekel is egyébként a téma, tehát hogy volt már, hogy valaki rámutatott, hogy ezt szeretném, és te mondod, hogy nem. Persze, hogyne. Nem, tehát ne viccelj. Hogyne. Egyébként ez főleg nálunk, ez azért főleg színekben jelenik meg. Vannak olyan színek, amikre mondjuk azt mondjuk, hogy nem tanácsoljuk például a feketét. Annyira nem szeretjük. Mi egyébként arra törekszünk, hogy egyszerű, letisztult, geometrikus formákat csináljunk. Egy szép színnel, nem nagyon szeretjük a csicsamicsát. Egyébként most nem is divat, hála Istennek a csicsamicsa. Ugye ezt megbeszéltük, hogy a hajstílusban az a laza, az a trend, színekben? Színekben, hát a szőke az mindig divat, az örök divat marad. Hát azért ez a vörös például az megjelenik ősszel, évszakoktól függően. Most szerintem kicsikét ezek a púderesebb színek, ezek amik mennek. Na, itt például látunk is egy képet. Igen, ez egy nagyon szép kép. Hát igen, ez a kép, ez inkább egy sütés, ez egy kreppelő vassal készült, és lakkal. Ezzel gyakorlatilag fogod a passzét, a hajat, belakkozod, és utána kreppvassal szépen végigmész rajta, és olyan lesz, mint a kígyóbőr. Gyakorlatilag ez fel van építve szépen a lánynak a fejére. Szőke. A divat. Hát ez egy elég egyszerű forma. Amit láthatunk, ez nincsen azért annyira túl bonyolítva. Wow. Igen. Hát légies és könnyed. Uh-huh. Igen, egyébként ezek egy versenyre készültek, ezek a hajak. A fotópályázatos volt, úgyhogy ott azért jelződik. Igen, az gondolom majdnem, mint a szőke, vagy csak én, mint laikus gondolom azt, és igazából tök más. Ez egy klasszikus szaszon vágás végeredményben. Fiúhaj. Na, az érdekes. Ott azért vannak változások mostanában. Most már azért inkább az a trend, hogy eltűnt ez az átmenet nélküliség a hajban, hanem most már azért inkább csinálunk átmenetet, teszünk bele egy súlypontot ide a fejtetőre. Most már azért nem oldalra divat fésülni a hajat, hanem inkább hátrafelé. Vannak azért így ilyen apró kis változások ebben. Na, egyébként az előbb ment a videoklip, akkor megkérdeztem, hogy a Balázsnak, hogy az operatőr kollégánknak egy 10-es kellem milyen a frizurája. Most ugye ezt megkérdezem tőled, vigyázz, hogy mit mondasz, az én hajam. Gyere kicsit közelebb, Balázs, hogy azért nézzük is lássak. Nagyon jó a hajad. Nagyon jó a hajad. Tök jó. Én mondjuk talán puhítanék rajta egy kicsit, a tömegéből vennék el oldalt. És a kontúrodat egy kicsikét kijavítanám. Az fontos, de amúgy teljesen tökéletes. Nincs sok kérdésem, Tibor, köszönöm szépen, hogy itt voltál. Nem, de hogy viccelek. A fiatalok, tehát tényleg a nagyon tinik, sokszor kérik egyébként azt, amit teszem, azt a, még ha nem is divat, de mondjuk a Rihanna
vagy a Beyoncé, vagy a stb. Viselnek. Szokták, szokták kérni, ami azért jellemző, hogy mi azért le vagyunk itt-ott maradva egyébként így a hajtrendben. Uh-huh. Férfi-női fronton is, színben is, már festésben is. Országos szinten. Igen. Hát szerintem igen. Pont erre törekszünk, hogy ezt valahogy így megtörjük, és próbáljuk így behozni az újat. Például festésnél. Az ombre az abszolút nem divat. Már. Viszont nagyon sokan kérnek ombrét. Most inkább a fényfestés. Most ide nekem, ez így nem. Tehát, az ombre az az, amikor van mondjuk egy sötétbarna haj, és az igen. Szépen fokozatosan világosodik a hossz vége uh-huh. felé. Most már ez annyira nem divat, nagyon sokan kérik. Most már inkább a fényfestés a divat, ami úgy képzeld el, hogy gyakorlatilag van egy szép női haj, mondjuk egy szőke, és akkor egy árnyalattal sötétebb vagy világosabb színnel úgy festesz bele, mint hogyha ott törne meg rajta a fény. Szóval ugyanaz, amit elérsz az itteni világítással a hajadon, azt bele lehet festeni. Úgyhogy ilyenek azért vannak ilyen változások. Ezt így jelenteni, hogy a divat, hogy mondtuk, hogy laza, de hogy inkább a rövidebb, vagy a hosszabb. Mert mostanában azért azt szoktam látni egyébként az utcán, hogy a lányok azért, kívást nézzek, azért szeretik hosszan hordani a hajukat, és nem annyira levágatni, bár van kivétel. Van. Hát ez emberfüggő szerintem. Rövid, hosszú. Tehát akkor ugye, összefoglalásképpen akkor mondjuk a lányoknak így tavaszi hajviseletben mit tudunk ajánlani? Vagyis hát tehet én csak. Én más tudok ajánlani neki. Hát az biztos, hogy az egyszerű szép formákat ajánljuk. Ne legyen szétvágó egy haj, legyen egyszínű, szép, letisztult, harmonikus, összességében passzoljon az alkathoz, a stílushoz, az archoz, a haj az alkalmazkodjon a színhez, a szín alkalmazkodjon a szemhez. Hát ilyen kis apró trükkök. Fiúknál esetleg valami? Hát fiúknál most megy ez a nagyon szépen. Na, melyik? Azért volt egy pár. Fiúknál, hát szerintem az, ami neked van, vagy nekem körülbelül most azért így ez a divat, vagy ott is egyébként a göndör, az most tökre megy, az is szépen szabadon ilyen strand feeling. A strand feeling az most nagyon megy fiú és lányhajban is abszolút. A vizes hatás. Te mit gondolsz egyébként, hogy most a tavaszi és a nyári hajviselet között lesz majd valami változás? Vagy te hogy látod? Mert te azért bújod rendesen a külföldi ilyen magazinokkal. Hát lehet talán kicsikét azért lesz, nem is formában, inkább színvilágban. Színvilágban? Igen, lehet kicsiket még világosabb lesz. Na, hát akkor majd meglátjuk, majd visszavárom téged. Köszönöm, okay, köszönöm szépen. Köszönöm.